Egy pillanatra sem állnak le a gépek a gyár listcsomagoló részén. Egy váltásban 8 munkás dolgozik. Az üzemben 9 fajta lisztet készítenek, amelyek különféle csomagolásban kerülnek a boltok polcaira. Próbáljuk megoldani az adódó problémákat, és én úgy gondolom, hogy szinte 100%-kal ki tudjuk teljesíteni a rendeléseket. Nagyon sok együttműködésre és türelemre van szükségünk ezekben az időkben, mivel hogy mindnyájukra nagyon nagy teher nehezedik. Folyamatosan készül a száraz tészta is az üzemben. Az átszervezés miatt most 28 munkás dolgozik ezen a részlegen, egy váltásba 7-en. Összesen 23 tésztafélét gyártanak, de a rendkívüli helyzet miatt most csak a 8 legnépszerűbb fajtát készítik. Jelen pillanatban a délelőtti műszak átállásokkal vált tésztafajtát, de 4-5 tésztafajtával tudunk a piacra termelni jelenleg. A rendkívüli helyzet megköveteli a nagyobb termelés mennyiséget, a kilós kiszerelésű lisztgyártása a 2,5-szeresére, még a tésztagyártás közel 2-szeresére nő. Ami az apró csomagolt 1 kilós lisztet illeti, az 100-105 tonna naponta, tehát az 100-105 ezer zacskót jelent, a tésztagyárban pedig átlagban 25 tonna száraz tésztát gyártunk és csomagolunk le. A Zsitopromet vezetője úgy véli, hogy megfeleltek a hirtelen megemelkedett követelményeknek. Az ellátás folyamatos a malom részéről. Uspeli smo da držimo jedan visok nivo proizvodnje i da na neki način zadovoljimo tu tražnju koja je bila i za nas, kažem, neočekivana, u velikoj meri čak i nepotrebna. Jer ako nečega imamo, to još uvijek imamo zaista dovoljno pšenice, kako mi u Žitoprometu, u Senteli, isto tako i kolege u drugim mlinovima, pšenice ima, nova pšenica, odnosno nova žetva stiže za 2,5 do 3 mjeseca, tako da nikakvih problema oko toga nema. Az igazgató reméli, hogy hamarosan normalizálódik a helyzet, azonban elmondta, hogy ameddig szükséges, ezt a munkatempót tartani fogják, hogy az ellátás folyamatos legyen.